Befejeződtek az útfelújítási munkálatok Rákoskerten a Tiszanána utcában. Tim Melede, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy a korszerűsítés egy stabilizált földutat érintett, melynek állapota az elmúlt évek során jelentős mértékben leromlott. Sajnos ez az útszakasz is, mint a többi másik, a környéken található utcánk, ami Rákoskertnek ezen a részén található stabilizált földút volt, ami azt jelenti, hogy bitumen permettel volt stabilizálva egy zúzott aszfalt réteg magának az utca burkolata. Nyilván ennek a tartósága nem volt túl hosszú, és nagyon gyakran karbantartást igényelt ez a típusú burkolat, viszont mostanra sikerült elérnünk oda, hogy ezen javítsunk, és 2023-ra most egy teljes útfelújítást tudtunk eszközölni. A Kék Lilium és a Nyomdász utca közötti szakaszon augusztusban vette kezdetét a fejlesztés, amely az út kiavítása mellett a szikkasztó árkok kiemelését, illetve az útmenti patkák kialakítását tartalmazta. Emelte ki a képviselő. Az első stádiumban ugye felmarta a kivitelező a szórt bitument, ezt követően történt egy tükörkiemelés, rákerült egy átlagban 8 cm vastagságú aszfaltréteg, és mivel hogy most ez egy teljesen szilárd útburkolatot kapott, ezért szikkasztó árkok kiemelését is megtettünk. Tim Melede végezetül köszönetét fejezte ki a kivitelezők felé a gyors és szakszerű munka végzésért. A projekt megvalósulásának következtében ugyanis a környéken élők korszerű körülmények között közlekedhetnek gépjárműveikkel.